A séjan a Dén utazó kamenti titkai második kötet öt fejezet részlet. A Három Krisztus. Elohim és a Szíriuszi tanács kivételezett a szíriuszi genetikai törzsekkel a pátriárkai templomos hitvallás torzításának előmozdítása miatt. Plejádi, Arcturusi és Andromeda beli ellenállást és az azuritákat a rasszövetség a Palaidori szövetség társőreivé nevezett ki a melkizedekek és az essénus testvériségen belüli megosztottság. K.R. 1240 K.R. 12. az Aknatön uralkodásának szerencsétlenségeiből eredő káosz jelentős megosztottságot hozott létre a Hu 3 Elohimjai, a Hu 2 Siriusi tanácsa és a metagalaktikus magból származó rászövetség soraiban is. Vita alakult ki arról, hogy mi legyen az emberi evolúció programjával. Az elohimok többsége általában véve felhagyott az emberi fajok iránti lojálitásával, és figyelmét az annumelc hizedek és a héber népek számára tartogatta, amelyekhez szorosabb genetikai kapcsolat fűzte őket. Páknatön halálát követő években az elohimok és a szíriuszi tanács úgy kezdték kimutatni az e. Csoportok iránti kivételezésüket, hogy szándékosan befolyásolták a fejlődő. Kultúrákat, hogy fogadják el az eltorzított templomos hitvallást. Úgy vélték, hogy a fajokon belüli férfi dominancia előmozdításával, ami már eleve búrjánzó torzulás volt, amit a korrupt cserres egyiptomi vonal támogatott, a kereszteződések folyamata irányítható. A nő nemesítők ellenőrzésével és a férfi elit befolyásolásával, hogy a fajok közötti megkülönböztetést gyakorolják, az Elohim által preferált emberi vonal genetikailag tisztán tartható. Ezek a kiválasztott, kiválasztottak, különleges előjogot kaptak volna a felemelkedésre, ha követik az Elohim módosított templomos hitvallásának tanításait. Az Elohimok lényegében lemondtak az emberi népesség többi részéről, és nem tettek kísérletet arra, hogy segítsenek az általános népességnek a genetikai kódjukban a templomos axion pecsét elterjedése által okozott károk helyreállításában. Az Elohim, a Plejádi Csillagliga Tanács, az Andromeda és az Arcturusi Szövetség más tagjai igazságtalannak érezték ezt a kivételezett bánásmódot, és a Rakon Föderációhoz fordultak beavatkozásért. A Rakon Föderáció egyetértett azzal, hogy ez a bánásmód diszkriminatív és káros az emberi evolúciós tervre nézve. Kiáre 700-ban a Rá Konföderáció az családját a Palaidor Szövetség elsődleges védelmezőiként hívták működésbe, és bár hajlandóak voltak együttműködni az elfogult elohimokkal, az azuriták egyenlő szerepet kaptak az emberi evolúció megszervezésében. Elsődleges feladatuk az amentiszféra morfogenetikus mezejének újrarendezése, az összes eltávolított faj újraintegrálása és a fajok felkészítése az amenti csarnokok újabb megnyitására amelyet a KRO 2017-es tömeges felemelkedési hullámmal egy időben terveztek. Az azuriták és az Elohim a Melkizedek Kolostoron keresztül működtek együtt, létrehozva az Essénus testvériséget KR 1240 körül, amely eredetileg arra volt. Hivatott, hogy az egy törvényének torzítatlan templomos tanításait visszahozza a földön való megnyilvánulásba. Az essénusok eredetileg egyike volt a melkizedek Kolostorfaj 25 családjának. Egy család tagjait keresztezték a Hibiru Kolostorfajával, hogy létrehozzanak egy hibrid Héber törzset. Az essénusoknak így két elsődleges fai felosztása volt, a Melkizedek klosterhez tartozóké és a Héber kevert kloster vonalhoz tartozóké néhány generáción belül az elfogult Elohim a saját irányába vitte a projektet, a Melkizedek Kolostor egyes családjait keresztezték a Héber Melkizedek családokkal, és így előmozdították a patriarchális templomos hitvallást, amely az Essénus testvériség tanításainak elsődleges középpontjába került. Kéjára 1150-re az úr papjai elhatárolódtak az Essénus testvériség elsődleges családjaitól, és az Essénusokon belül néhány kiválasztott családdal, valamint a hibirú és a melkizedek kolostorokkal kezdtek együtt működni. Ezeket a családokat választották ki, hogy újra integrálják a torzítatlan, tiszta templomos tanításokat, és hogy közvetlenül az úr papjaival dolgozzanak együtt, hogy biztosítsák a fai felkészülést a KRU 2017-es felemelkedési hullámra. e 700 ban a szövetség az azulitáknak egyenlő irányítást adott az emberi evolúció felett, és kinevezte őket a Palaidor szövetség elsődleges őreinek. Az azuliták az úrpapjainak essénusain keresztül kezdték meg munkájukat a földön. K.R.S. 196-ban az azuriták és a szíriuszi tanács megpróbálták helyrehozni az egyre növekvő szakadást a melkizedek családok a melkizedek papságról szóló korábbi tanítások és a patriarchális és pöritista melkizedek fejlődő tanításainak ötvözésével. Az eredeti melkizedek papság, ahogyan ma létezik, a felszíni földön alakult meg KR. E 1982-ben Eknaton uralkodása előtt a hibiru kolostor fajon belül szálem területén, amelyből Jeruzsálem lett. Egyet nefilim, halhatatlan szíriuszi ember hibrid a második magvetés időszakából került a földre a Nibiruról k 1979-ben a templomos hitvallás patriarch változatát hordozva, amely lehetővé tette, hogy a felemelkedésről és a genetikai védelemről szóló tudás eljusson a hibiru és az árja. Fajhoz. Ez az egyén Melkizedek, Sálem királya néven vált ismerté. A mai zsidó vallás alapjait ebben az időben fektették le a Melkizedek papságának létrehozásával a Héber, a Hibiru és az Árja fajok körében, amelyen keresztül az eredeti kapbal a misztikus tanulmányai szerveződtek. KRS-196-ban némi sikert értek el a templomos tanítások megszilárdításában azáltal, hogy a régi templomos melkizedeki tanokat egyesítették a kék láng melkizedek essénusok és a templomos melkizedeki essénusok tanításaival. Siker ellenére az essénus testvériségen belül két elsődleges, rejtett megosztottság maradt fenn. A melkizedek és a héberes sénusok, akik a patriarchális Elohim befolyása alatt álltak, a templomos melkizedek néven voltak ismertek. Ők elsősorban azoknak a héber melkizedeknek a leszármazottai voltak, akik ilyen. 8000 ezerben kapták meg a templomos pecsétet, és akiknek morfogenetikus mezeje még mindig az alcájoneban maradt, és még nem integrálódtak újra az amenti szférába. Ez a csoport hangsúlyozta a templomosok hitvallásának patriarchális irányultságát a zsidó hitben, és nagy mértékben befolyásolta a keresztény hitek fejlődését. A templomos melkizedek essénusokat az Elohim arra tanította, hogy higgyenek abban, hogy ők Isten kiválasztott népe, és hogy a felemelkedés kulcsa az. Övék. Az Essénus testvériségen belül van a Kolostor melkizedek titkos csoportja, akik titokban az azuri tanács keretében az úr papjaival dolgoztak együtt. Elsősorban a kék láng tiszta Kolostor család Melkizedek leszármazottai voltak. A kék láng melkizedek nem kapták meg a templomos pecsétet K.A.R. 8000-ben, és a morfogenetikus mezőjük az Amenti maradt a szövetség évének, Fridláda és az Amenti titkainak védelmét az kék lángémelc hisedekekre és az essénusokra bízta. A kék láng a torzítatlan templomos hitvallás eredeti, nem patriarchális, egalitárius hitvallását tanították, beleértve a felemelkedés tudományának szent tanításait, a reinkarnáció és az etősök valóságát, valamint az egységtudat és az egyszent törvényének előírásait. A két csoport együtt élt egymással az Essénus testvériségen belül egészen K.R. E. 12-ig, amikor az azuri tanács megszervezte a következő nagy eseményt a fajok felemelkedésre való felkészítésében. A fajok visszaintegrálása és az amentiszférába való visszaállítása, a három Krisztus, a cioniták és felkészülés a K.R. 2017 évre. K.R. E. 12-22 az azuri tanács tudta, hogy ahhoz, hogy a fajok felkészülhessenek a kéjáró. 2017-es tömeges felemelkedési hullámra az amenti gömb integritását helyre kell állítani a gömbnek a D2 földi morfogenetikus mezőben reket részeinek újra rendezésével. A templomos melkizedekek alcájon a morfogenetikus mezőit és azokat, amelyek megkapták a templomos axion pecsétet uralkodása alatt és a Sirius B-en tárolták, szintén vissza kell integrálni az amenti gömbbe. Aknaton hadjáratának kudarcai ellenére sikeresen visszaintegrálta az annu népeket az amenti szféra morfogenetikus mezejébe, ezért hasonló elrendezést hoztak a templomos és a templomos axionos pecsétes faj családokra vonatkozóan is. Ezúttal nem csak a fajokat állították volna vissza az amentin belüli helyükre, hanem az egész amenti gömböt újra az eredeti 12 szálas DNS mintázathoz igazították volna. Az amenti gömbjének újra rendezése lehetővé tenni az összes faj számára, hogy meggyógyítsák genetikai. Torzulásaikat az amenti csarnokainak megnyitására való felkészülés érdekében, és helyreállítaná az amenti gömbjének integritását, hogy az amenti csarnokai megnyílhassanak. Ehhez az újra szabályozási projekthez egy 12. szintű avatár szolgálataira lenne szükség, akinek az energetikai lenyomat a 12 dimenziós frekvenciák összehangolását tartalmazza. Ennek a 12. szintű avatárnak kellett volna újra összehangolnia az amentiszférát és a templomos zárt héberek és az annumel kizedekek nem morfogenetikus mezejét, és neki kellett volna összehoznia az essénusokon belüli frakciókat, amelyek a melkizedek és a héber kerengőkben, Kolostor folyosóban, alakultak ki. Emellett az eredeti egalitárius templomos hitvallást is visszavezette volna az essénusok tanításaiba. A konfederáció azuritáinak irányítása alatt, kr 12-ben a 12. szintű avatár, egy tiszta Taranturénusia sencia született Betlehemen kívül egy magánlakásban, egy kék lángmelkizedek Héber essénus anya és egy kék lángmelkizedek Hibiru Kliszter. Essénus apa gyermekeként. Ez nem szeplőtelen fogantatás volt, hanem inkább hagyományos módon, az úr papjai által kiválasztott és előkészített pár révén történt. Az anyját Jeudinak hívták, az apját jó Ehiusnak, mindketten a kék láng kizedek Esénus szekta vezetői voltak. A gyermek lélekesszenciája a hu avatár szánandától született, és a gyermek a Jeshua hizedek, itt Jesua 12, nevet kapta, aki később Jézus, Mária és Józsefia néven vált ismerté. Mária és József személyiségei nem ennek az avatár gyermeknek voltak a szülei, hanem egy hamarosan következő, 9. szintű avatár szülei. Jesu a 12. Salamon házának leszármazottai között született, és csecsemőkorában az úri papok felügyelete alá került. Keare 7 hétben az Elohim megszervezte egy 9. szintű avatár születését, aki arra szolgált, hogy a Sirius B. templomos axion lelkeinek lepecsételt lelkeit visszaintegrálja az Amenti szférába, és a patriarchális templomos hitvallást úgy. Alakítsa át, hogy az jobban tükrözze az egy törvényét. Ezt a gyermeket jesevúanak. Itt a kilenc, nevezték el, és a Héber Melkizedek Essénusoktól, Máriától és Józseftől való születésének történetét a kortárs keresztény tanítás Jézus születéseként jegyzi fel. Jesevu a sem szeplőtelen fogantatásból született, hanem egyet nefilim látogatása révén, aki, akár csak Melkizedek király, a Jehova nevű entitás része volt a Jehova nevű entitás, aki a Hu 2 szíriai Anunna kifajának megteremtésében eredetileg is közreműködött, már az Elannu szerződés 848 ezer évvel ezelőtti időszaka óta együtt dolgozott az Elohimokkal. Jesevua anyja, Mária szintén etnefilim fogantatásból született. Páknatön uralkodásának eseményei után az elohimok nem akarták, hogy az ed felmenőkről való tudás elérhető legyen az általános emberi népesség számára, ezért Jesevu a születésének igazságát a szeplőtelen fogantatás történetébe rejtették. A két avatár születését követő évszázadok során Jesu a 12 is. Jesevu a 9, valamint egy másik férfi, aki nem volt avatár, élettörténete egyetlen. Személyiség G. Jézus Krisztussá állt össze. Jesu a 12, a 12. szintű avatár születésével a Héber és a Melkizedeki morfogenetikus mező az alcájoneban újra integrálódott az amenti szférába. Jesu a 12 révén helyreállt a Héber Melkizedek genetikai lenyomatának integritása, és emiatt egyesek a zsidó népek, megmentőjeként, ismerték meg. Az amenti gömb azon részei, amelyek a Föld D2 morfogenetikus mezejében rekedtek, Aknaton uralmának eredményeként újra hangolódtak, és az amenti gömb integritása ismét helyreállt. Nagyobb értelemben Jesu a 12 a fajok megmentőjévé vált, mivel az ő születése révén az amenti csarnokai ismét megnyílhattak. Az amenti újra hangolt gömbjét a D3UHF sávjain belül tárolták, immár a konföderáció azuritjainak védelme alatt. Húsz éves korában, K.R.U. 8, a Perzsiában és Indiában folytatott tanulmányait követően Jeshua 1 2 az úr papjai Egyiptomba vitték. A gízai nagy piramisban, amikor Jeshua 12 20 és 33 éves kora. Között volt, K.R.U. 8-tól K.R.U. 21-ig, ő és a kék láng melkizedek essénusok titokban. Felemelkedést szerveztek különböző csoportok számára, közvetlenül a szövetség ívének portálátjáróján keresztül. Az amenti csarnokok zárva tartása alatt végrehajtott felemelkedések csak egy 12. szintű avatár energia keresztül történhettek, akinek bioenergetikai mezeje képes volt mások energiamezőit átvinni az amenti gömb keresztül. Az avatár energia keresztül az emberek át. Tudtak lépni a szövetség évén, a terökék lángjának morfogenetikus mezejébe és a tarába. Hibiru Kolostor egy csoportok leszármazottai jelenleg a teljes 12 szálas DNS csomagot hordozzák a génkódjaikban, mivel ez a csoport egyike volt azoknak, akiket kéhárul. 1972-ben kiválasztottak arra, hogy az időutazó, hibridzionita fajjal való kölcsönhatás révén teljes genetikai átrendeződésben részesüljenek, lásd Voyagers 1, 38. oldal. A cioniták a mai a beszivárgás során jöttek létre, és azért küldték őket vissza az időben, hogy bizonyos ősi csoportokat újra igazítsanak a 12 szálas DNS lenyomattal, hogy felgyorsítsák a mai emberek evolúcióját. A Jesu a 12 es sénusok követői és leszármazottai voltak az egyik olyan csoport, akiket erre az átigazításra kiválasztottak. A cionita genetikai átstruktúrálásban résztvevő csoportokat égi emberi vonalhoz tartozónak tekintik, mivel a teljes 12 szálas DNS szilikátmátrixot hordozzák a működési genetikai kódjaikban, függetlenül az elsődleges fai vonaluktól. A szilikátmátrix a családi vonalakon belül recesszív génkompozitként jelenik meg, amely mindaddig szúnyad, amíg a 8-15 csakra központok megnyitásával aktiválásra nem hívják. A gyökérfajok 3-5 és a kolostori fajok 3-6 különböző csoportjait, valamint számos más hibridfaj törzsét választották ki erre a genetikai átrendeződésre, így a szilikátmátrix véletlen véletlenszerűen oszlik el a mai emberi genetikai vonalakban. A legnagyobb koncentráció a Héber, Melkizedek, Árja, kelet-indiai és tibeti fai vonalakon belül található. Abban az időszakban, amikor Jesu 12 Egyiptomban gyakorolt, Kéáró 8 Kéáró 21, a második Krisztus, Jesevó a kilenc népszerűsége egyre nőtt a templomos melkizedekek és a héber melkizedekek családjai körében, akik nem voltak tudatában Jesu a 12 születésének, és nem is érdeklődtek iránta. Jesevó a kilencet is Egyiptomba vitték beavatásra, felemelkedési képzésre és melkizedek papászentelésre, és eszertartások egy részét Jesu a 12 végezte. Az egyiptomi. Felszentelése előtt Jessevu a kilenc beutazta Nepált, Görögországot, Szíriát, Perzsiát és Tibetet, ahol különböző vallásközi tanokban képezte magát. Jesu a 12 elsősorban Indiában és Perzsiában tanult, mielőtt 20 évesen Egyiptomba érkezett, és az ő templomi tanításai erősebb keleti irányultságot mutattak, mint Jessevu a kilenc tanításai. Jesu a 12 és a kék láng melkizedek essénusok képzése és felemelkedési tevékenységei elsősorban rejtve maradtak, és titkos, misztériumiskolaként gyakorolták Egyiptomon belül Gízában és különböző más helyeken. Jesu a kilenc tanításai egyre ismertebbé váltak, ami fokozatosan egyre több üldöztetést okozott neki a római befolyásból, valamint a Héber és a templomos melchizedek hizedek fai vonalak egyes frakcióin belül is, akik nem fogadták el az eltéréseket az eredeti pátriárkai templomos hitvallástól, ahogy azt melc a zsidó valláson belül meghatározta. Amikor Jesevu a 9.32 éves volt, Kéáró 25, a támogató templomos melkizedek essénusok segítségével az Elohim száműzte teljese Sevu a kilencet, a feleségét, a nőt, aki a bibliai utalásokban Mária Magdolna néven vált ismerté, és három gyermeküket Franciaország területeire, hogy elkerüljék a politikai üldözést. Egy másik férfi, akit Arihabinak hívtak, és aki Jeruzsálemi születésű volt. Héber Annu melkizedek az Elohim látomások sorozatán keresztül arra a hitre vezette, hogy ő az igazi a 9, és ez az az ember, akit keresztre feszítettek. Egyik avatár Krisztust sem feszítették keresztre, és mindketten genetikai családvonalakat hagytak hátra a Héber Melkizedek fajon belül. Arihabi feláldozását azért rendezték meg, hogy eltereljék a figyelmet a 9-ről, a családjáról és a vérvonaláról. A Krisztus teste, Arihabi feltámadását az Elohimok holográfikus betétek segítségével hangszerelték meg, de Arihabi valóban feltámadta holográfikus megjelenítést követően. A Yeshavu a kilencről való figyelemelterelésben nyújtott segítségéért cserébe Arihabi testét az Elohimok visszahozták az életbe, annak ellenére, hogy ő nem volt avatár. Ezután Indiába vitték, ahol további 30 évig élt. Természetes halála után a Rihabi szenciája a Hórus harmadik szeme portálhídon keresztül a Sirius b -re. Emelkedett fel. A Sirius b való felemelkedése után az Elohimok különleges. Kegyet biztosítottak neki, és úgy állították be az energia mezejét, hogy a hu egyben lévő Sirius a bolygó magján keresztül felemelkedhessen a Hu-2-ben lévő Sirius csillagrendszerbe. Jézus Krisztus története, ahogyan azt a mai időkben ismerjük, azon a mitológián keresztül alakult ki, amelyet az Elohimok arra használtak, hogy elrejtsék avatárjuk, Jesevu a kilenc személy azonosságát, és hogy állandósítsák a templomos hitvallás patriarcális irányzatát. A történelem valós tényeinek elferdítését arra használták, hogy megvédjék Jesevu a 9 leszármazási vonalát a politikai üldöztetéstől, úgy téve, mintha a Krisztusnak nem lennének leszármazottai, lehetővé téve ezáltal, hogy ezek a leszármazottak eltakarva maradjanak a nyilvánosság elől. Jesevu a 9 és a templomos melkizedek tanításai lettek a korabeli zsidó és keresztény hit elsődleges alapjai, de a zsidó vallás nem ismerte el Jesevu a 9 megváltójának. Valójában Jesua 12 volt a héber népek igazi megmentője, mert ő lépett vissza a fajuk morfogenetikus mezeire, az amenti szférába. Kevesen tudtak Jesu a 12-ről és a kék láng melkizedek essénus felemelkedési iskolájáról, így a héber nép többsége nem ismerte fel, hogy a megjövendölt messiásuk valóban megérkezett. Bár Jeshua 12 eredményei a Héber nép többsége számára észrevétlenek maradtak, a genetikai fejlődésük helyreállítására gyakorolt hatása érvényes volt egy láthatatlan ajándék a Héber népnek, amiért Jeshua 12 nem kapott elismerést. K.R.U. 8 és K.R.U. 21 között, miközben Jeshua 12 a felemelkedési rítusokat gyakorolt a Gízában, Jeshua 12 és a kék kizedek essénusok több expedíciót is tettek. Bejárták egész Egyiptomot és Núbiát, valamint Jeruzsálemet, népszerűsítették a felemelkedés eredeti templomos tanításait, és embercsoportokat gyűjtöttek össze, hogy elvigyék őket Gízába a felemelkedésre. Terveket készítettek a Jesu a 12 vonal tovább örökítésére, amely a teljes 12 szálas DNS lenyomatot hordozta, és hat nőt választottak ki a Melkizedek kloster különböző alfajaiból, hogy Jesu a 12, az első Krisztus. Gyermekeit hozzák világra. Párokat választottak ki arra, hogy egy gyermekek gyámjaként szolgáljanak. A Jesu a 12 magját befogadó hat nő mindegyikét egy-egy férfi kék lángú melkizedekhez párosították, aki Jesu a 12 gyermekének örök befogadó apjaként szolgálna a 12 nem vett részt közvetlenül egy gyermekek felnevelésében, és nem is szolgált férjként a hat nő egyikének sem, akiket arra választottak ki, hogy kihordják a magját. A gyermekeket szent nemzési ritusok. Révén hozták létre, kizárólag azzal a céllal, hogy a 12 szálú DNS mintázatot az emberi fajon belül megörökítsék. Egy gyermekek leszármazottai szétszóródtak a különböző régiókban, egyesek a francia arisztokráciákban, mások a kelta, egyiptomi és afrikai genetikai vonalakban jelentek meg. A a 12 leszármazottainak egyik vonala az Egyesült Államok kontinentális részén a Jesu a 12 hat családja közül, amelyeket KR 18 és Kéjáró 23 között vetettek el, öt gyermek maradt életben, hogy a 12-es DNS vonalat a mai emberi génállományba hozza. A Jesu a 93 gyermekének a vérvonala szintén virágzott és elterjedt a különböző nemzetek között egészen napjainkig. Későbbi éveiben Yesevú a 9 Tibetbe utazott, ahol az Elohimok segítségével K.H.R.U. 47-ben felemelkedett az anyagból a Hu-3-ra, a Vénusz bolygó magjában tárolt terő morfogenetikus mezőjének tárolt részén keresztül. Ez a felemelkedési átjáró 10. szállú DNS lenyomatot igényel, és így a legtöbb ember számára nem elérhető csak az Elohimok, az Azuriták vagy más Hu-2 őrzők. Segítségével. Jesu a 12 leszármazási vonalának létrehozását követően, K.R.U. 1823, az avatár befejezte munkáját a földön. A kék láng melkizedekek vitték tovább a tanítói örökségét, és lettek a szövetség éve és az amentiszféra titkainak elsődleges őrzői. A különböző csoportok az egész történet különböző részeit kapták meg, és nem volt egyetlen csoport sem, amely a Jesu 12 tanításainak teljes kronológiáját birtokolta volna. Jesu a 12. a 103. szövetség évén keresztül hagyta el a földet 39 éves korában, K.A.R.U. 27-ben. Nem halt meg, hanem testileg felemelkedett a tarába, és azóta messze túlnőtt a fizikai anyag határain. A szövetség éve a felemelkedését követően újra lezárult a D3UHF sávjain belül, várva arra az időre, amikor a földrácsa elég magas rezgés szintre emelkedik ahhoz, hogy lehetővé tegye az amenti gömb visszatérését, ami a tervek szerint a kéjáró. 2017-es tömeges felemelkedési hullám előtt következett. Volna be! Az Azurit Tanács, a Szabad Világok Interdimenzionális Szövetsége is. Számos támogatójuk Jesu a 12 küldetésének sikerét követően fenntartották a be nem álláspontját. Hagyták, hogy az Elohimok és különböző más gazdamátrix családok úgy irányítsák a földi események menetét, ahogyan ők akarják, tudván, hogy a templomosok és az egy törvényének igazsága, ahogyan azt a kék láng melkizedekek és az úrpapjai fenntartották, végül fényre fog derülni a fejlődő emberi tudatosságban. Az azuriták azt tervezték, hogy megvárják az amenti gömb visszatérését a föld magjába, mielőtt ezt a tudást újra a nyilvánosság elé tárják, és addig is remélték, hogy a melkizedekeket egyesítik az egy törvényének tanításai keretében. Bár a Jesu a 12 sikeresen összehangolta a fai morfogenetikus mezőt az amentinél az eredeti 12 szálas DNS es lenyomattal, a legtöbb faj még mindig hordozta a templomos és a templaraxion pecsétekből származó genetikai torzulások nyomait, amelyeket az amenti csarnokainak megnyitása előtt meg kellett tisztítani. Az elohimok, a templomos melkizedek, a kék láng melkizedek és sok más, nem? kapcsolódó gazdamátrix csoport segítettek és továbbra is segítenek sok egyénnek a genetikai kódjuk tisztításában a felemelkedésre való felkészülés érdekében. Minden mai ideológia, amely a tudatos evolúciót, valamint a DNS aktiválását és transmutációját tanítja, erre a célra irányul, beleértve a különböző őrzőetés. Metaföldi erők által jelenleg nyújtott új információkat is. Jesu a 12, a 12. szintű Turénusia mavatára tarából, teljesítette a céljait a Földön. Rajta keresztül az amenti gömbje készen állt a Föld magjába való újbóli belépésre, amit követően az amenti csarnokai végül megnyílnak. A faj morfogenetikus mezeje újra egyesült, így az amenti csarnokainak megnyitását követően minden lélek újra felemelkedhetett az amentin keresztül, miután genetikai lenyomatuk a 4. és 5. DNS szál összeállításához fejlődött. A fajok felkészítésének terve a KRU 2017-es felemelkedési hullámra újra ütemterv szerint zajlott. KRU27 óta, amikor ilesú a 12 avatár felemelkedett, a földfajai az Elohimok és különböző más, a keresztényi és zsidó perspektívához nem kapcsolódó gazdamátrix csoportok elsődleges befolyása alatt fejlődtek. Jesu a 12 és Jeshevú a 9 eredményei révén az összes faj elsődleges. Morfogenetikai lenyomata visszakerült az Amentiszférába, és az Amentiszféra ismét egészsé vált. Ezek a teljesítmények megteremtették a tömeges felemelkedés szinterét, de a fajoknak még hosszú utat kellett megtenniük a tudatuk és genetikai kódjaik gyógyításában és fejlesztésében a frekvencia kvangens karantén, UHFD 3 pecsét, még mindig elzárta a Földet a csillagközi közösségekkel való nyílt kapcsolatoktól. A szövetség IVD 5 biztonsági pecsétje a melkizedek faj törzsek kivételével mindenkit visszatartott a testi felemelkedéstől. A fajok még mindig hordozták az amenti pecsét, DNS 1-es, 2-es és 3-as mutáció, részecske ellenes, halál, pecsét, a palaidoriai pecsét, DNS 2-es és 3-as mutáció, D4 pecsét, a templomos pecsét, DNS 2-es, 4-es és 5-ös mutáció, D6 pecsét, és a templomos axion pecsét, DNS 1-es, 5-ös és 6-os mutáció, D7 pecsét, egy részét, a, 666-os, pecsét, a genetikai kódjaikban, és az emberi származás emlékezete még mindig elzárva maradt az amenti gömbben, a harmadik dimenzió hf sávjaiban. Ezeknek az állapotoknak fejlődniük és gyógyulniuk kell, mielőtt az emberiség felkészülne a KRU 2017-es felemelkedési hullámra. A fajok evolúciója során az őrző fajok megpróbálták ráébreszteni az emberiséget evolúciós sorsának valóságára. Az összes nagyföldi vallást valamikor az őrző csoportok vetették el, hogy segítsék a fajokat felkészülni a hu egyből való esetleges felemelkedésükre. Bár a tanítások gyakran eléggé eltérőek vagy látszólag ellentmondásosak, és minden vallás szenvedett manipulációtól és torzulástól az ember és a titkos behatoló földön kívüli erők kezében, mégis egyesíti őket eredeti céljuk a felemelkedés és az anyagillózóitól való megszabadulás elérése. Az amenti titkait végső soron a kék Lánk Kolostor Melkizedek és az őket követő Héber Essénusok védelme alatt tartották, de az amenti valósága minden fajhoz és világvalláshoz tartozik. Az amenti gömbje, a szövetség éve és az amenti csarnokai a Palaidor szövetség megnyilvánulását képviselik, amely az emberi vonal minden. Fajának evolúciós ígéretét és fejlődését hordozza. Ez az ígéret az emberiségnek a halhatatlan Isten lény integritásához való visszatérésére vonatkozik, amely az emberi faj eredeti morfogenetikai lenyomata. A felemelkedés ígérete az emberi állapot rejtett öröksége és hagyatéka, az emberiség evolúciós tervrajzának beteljesülése. Jesu a 12 leszármazási vonalának létrehozását követően, K.R.U. 1823, az avatár befejezte munkáját a Földön. A kék láng melkizedekek vitték tovább a tanítói örökségét, és lettek a szövetség éve és az amentiszféra titkainak elsődleges őrzői. A különböző csoportok az egész történet különböző részeit kapták meg, és nem volt egyetlen csoport sem, amely a Jesu a 12 tanításainak teljes kronológiáját birtokolta volna. Jesu a 12 a 103. évén keresztül hagyta el a Földet. Szövetségből 39 éves korában, K.R.U. 27-ben nem halt meg, hanem testileg felemelkedett a tarára, és azóta messze túlfejlődött a fizikai anyag határain. A szövetség éve az ő felemelkedését követően újra lezárásra került a D3UHF sávjain belül, várva arra az időre, amikor a földrácsa elég magas rezgés szintre emelkedik ahhoz, hogy lehetővé tegye az amenti gömb visszatérését, ami a tervek szerint a kéjáró. 2017-es tömeges felemelkedési hullám előtt fog bekövetkezni. Az azuri tanács, a szabad világok interdimenzionális. Szövetsége és számos támogatójuk esú a 12 küldetésének sikerét követően fenntartották a be nem avatkozás álláspontját. Hagyták, hogy az Elohimok és különböző más gazdamátrix családok úgy irányítsák a földi események menetét, ahogyan ők akarják, tudván, hogy a templomosok és az egy törvényének igazsága, ahogy azt a kék láng melkizedekek és az úr papjai fenntartották, végül fényre fog derülni a fejlődő emberi tudatosságban. Az azuriták azt tervezték, hogy megvárják az amenti gömb visszatérését a föld magjába, mielőtt ezt a tudást újra a nyilvánosság elé tárják, és addig is remélték, hogy a melkizedekeket egyesítik az egy szent törvényének tanításai keretében.